Kedves nézők, a háttérben úgymond közlekedünk, a stúdió vendégei Sós Zsanett rendőr törzsőrmester és Szabó Zoltán rendőrszázados. Köszöntöm őket, és köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást. Köszönjük szépen a meghívást, mi is köszöntjük a nézőket. És akkor csak a rendkedvéért, Sós Zsanett rendőr törzsőrmester, bűn és baleset megelőzési előadó iskolarendőr koordinátor, és Szabó Zoltán rendőr százados, a közlekedés rendészeti osztály vezetője. Még egyszer tehát köszöntöm Önöket, és hát értelemszerűen közlekedés. Híradóban is beszámoltunk már róla, hogy iskolák környékén ismét jelen vannak a rendőrök, hiszen tanévkezdés volt, de mielőtt még erről és a ceglédi konkrétumokról, esetleges sajátosságairól beszélgetnénk, először az úgynevezett iskola rendőre programról, és Zsanett, hogyha megengedi, akkor először Zoltán beszélne erről, arról a programról, ami már egy évtizedes múltra tekint vissza. Igen, egy évtizede indította az Országos Rendőrfőkapitányság, valamint az Országos Balesetmegelőzési Bizottság ezt a programot, mely által ugye mi rendőrök megjelenhetünk az iskolákban, és melynek legfőbb célja az, hogy a kisiskolásokat mindenféleképp eljuttassuk, legalábbis segítsük eljuttatni biztonságba az oktatási intézményekbe. Ezáltal ezen belül még oktatásokat szervezzünk a részükre, valamint az iskolák környékének felmérése abból a szempontból, hogy mi is hogy tudnánk átalakítani egy biztonságosabban, lehessen oda szállítani őket, valamint a környékének a biztosítására és közlekedési szempontból értem ezt. Gondolom, az elmúlt egy évtized, ez nagyon sok tapasztalattal is szolgált. Hát akkor iskola rendőre, iskola rendőr. Mi a feladata? Mennyire sokrétű a feladat? Ez egy összetett feladat, úgyhogy kezdeném is azzal, hogy még a tanév megkezdése előtt az iskola rendőrnek az egyik fő feladata, hogy az iskolák környékét végigjárja, ugye egy úgynevezett forgalomtechnikai bejárás hajtson végre. Itt ugye nagyon fontos, főleg Cegléd tekintetében, hogy itt iskola kezdés előtt átfestésre kerültek a kijelölt gyalogos átkelőhelyek, illetve azt is elmondhatom, hogy új parkolóhelyek alakultak az iskolák környékén, ugye itt a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola előtt, illetve a Táncsics Mihály általános iskola előtt is kialakult egy parkoló, egy ilyen parkolóból a szülők részére, ami ugye a szülők a gyerekeket biztonságosan ki tudják tenni lényegében az iskola kapuja bejárata előtt. Fő feladatunk még már a tanév megkezdésével, ugye a hagyományoknak most már megfelelően a rendőri demonstratív jelenlét. Ugye itt szorosan együttműködünk a helyi polgárőrséggel, illetve a közterület felügyelettel. Tanévnyitó. A tanévnyitóval meg is kezdtük egyben a Piros Pajzsa biztonsági elnevezésű akcióprogramunkat is. A tanévnyitó az idei évben, 2018-19 év tanévre vonatkozóan az Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a Pest megyei Baleseti Bizottság a Táncsics Mihály Általános Iskolában tartotta az idei tanévnyitó ünnepségét. És akkor ez így már szeretném is bejelenteni, hogy nem titok. Cegléd, illetve illetékességi területén az Országos Balesetmegelőzési Bizottság jóvoltából minden elsős tanuló iskolatáskát kap ajándékba. Így van, ez azt tanulni is. Így van. Hogyha, akár ott is maradhat. Illetve ez hozzátársul, hogy az iskolás lettem füzet, aminek nyilván az Országos Balesetmegelőzési Bizottságnak az volt a cél, hogy a biztonságos közlekedésre hívja fel ugye a figyelmet. Ezek a táskák az iskola rendőrök részéről kiosztásra kerülnek. Hát feladataink közé tartozik még minden évben a szülői értekezleteken való részvétel. Itt is a szülők részére a biztonságos közlekedésről tartanak előadást az iskola rendőrök, ugye az évszaknak megfelelő sajátosságokkal, illetve a bűn- és balesetmegelőzési előadásokat tartunk folyamatosan minden egyes iskolában. Az iskola által szervezett rendezvényeken, programokon részt veszünk, illetve lehetőség adódik arra is, hogy az iskola rendőr is szervezzen rendezvényeket az iskolák részére. Sportnapokon veszünk részt, kerékpáros ügyességi pályákkal készülünk a gyerekek részére, illetve nagyon fontosnak tartjuk ebben a programban az egyéni kezdeményezéseket. Itt kiemelném például, hogy 2018-ban indult útnak a forgalomirányításos interaktív közlekedési foglalkozásunk. Célunk, hogy minél több iskolába ezt eljuttassuk. Ugye itt nem a rendőri karjázés a fő
tanítani való a gyerekek részére, hanem megtanulják a gyerekek az előzékenységet, illetve a közlekedési szabályokat is még pluszba ugye elsajátítják ezeken az interaktív foglalkozásokon, és ugye jobban be lehet őket vonni, mivel ugye ez egy interaktív feladat. Célunk még, hogy a megye által meghirdetett versenyeken minél több iskolát bevonjunk. Ide tartozik még azért az óvodákat is megemlíteném, például az Úton útfélen báb verseny, akkor minden évben megrendezésre kerül a kerékpáros iskola kupa. Itt Abonyt kiemelném, hogy Abony már hosszú évek óta nagyon szép eredményeket ér el, még az országos versenyeken is. Ugye ezeket is szeretnénk folytatni a következő tanévben. Fontos még, hogy az országos, megyei, illetve helyi kampányokat eljutassuk a diákok részére. Itt kiemelten fontos majd a téli időszakban a látni és látszani kampány, hogy itt nagyon fontos, hogy a gyerekek kerékpárral közlekednek, még a téli időszakban is fontos, hogy láthatóak legyenek, és ugye lássák őket. A tapasztalatunk így az iskolarendőr programmal kapcsolatban nagyon jó visszajelzések érkeznek, mind szülők, mind pedagógusok részéről. Egyre több a felkérés, és sokszor észrevesszük azt is, hogy a gyerekek tanítják a szülőket közlekedni. Ugye ez nekünk nagyon fontos, mert nyilván ők a következő generáció, és fontos, hogy ők biztonságosan közlekedjenek. Hát sokkal összetettebb ez a történet, mint gondoltam volna egyébként. Tulajdonképpen sikerült összefoglalni a lényeget most, vagy lenne még valami, 2 percünk van, nagyon szalad az idő. Még csak annyi, hogy végülis nem állunk le a nyári szünidőben sem, mert az iskolarendőrnek a feladata, hogy az általa, vagyis az ő az iskolájában, hogyha van tábor, akkor nyilván ott is részt veszünk, és ott is a biztonságos közlekedés, illetve bűn és baleset megelőzés ugye a legfontosabb. Igen, és hát itt, mint a szavaiból is kiderült, az iskola rendőrnek nem a tanévnyitókor csönget meg, de már előtte is van feladata, meg utána is van feladata. Most a gyalog átkelő helyeken ez a biztosítás már megtörténik, úgymond folyamatban van. Meddig? Ez szeptember hónapban végig fog végezni. Ez folyamatos. Megvannak Cegléden az úgymond bejáratott helyek, ahol már számíthatunk rá egyébként. Igen, és itt a polgárőrség és a közterület felügyelettől egy nagyon nagy segítséget kapunk, ők is bekapcsolódnak ebbe. Kolléganője említette az iskolák előtti parkolók a kialakítását, illetőleg azt, hogy ezzel azt próbálták elérni, hogy biztonságosan tudják a szülők az iskolába szállítani a gyerekeket. Próbálták elérni, vagy sikerült is elérni, beváltották-e a hozzáfűzött reményeket? Mindenféleképpen meg kell tanulni? Igen, meg kell tanulni. Ez egy kicsit úgy képzeljük el, mint a Box utcába való behajtást, egy gyors kerékcserére, hogyha szülő megáll az iskola bejárat előtt, várakozni tilos táblák vannak kihelyezve, megáll, kiteszi biztonságban a gyermekét, biztonságban tudhatja, hogy a járdára szállt ki, és ezt követően halad tovább, és a másik szülő pedig folyamatába ugyanezt elvégezheti. Van egy szomorú téma a végére, 1 percünk van még rá. Ismét történt sajnos a közelmúltban halálos kimenetelű baleset itt Cegléden, illetőleg Cegléd mellett. Igen. Mik a tanulságok? A tanulság a legfontosabb belőle, amir az elmúlt 1-2 hónapra mondhatom, hogy arra már rávettük az embereket, hogy a vezető oldalon, valamint a jobb oldali első utas használja a biztonságjövet. Ebből a tanulság az, hogy a hátsó 2 utas halt meg. Ott egy 6 éves kisgyermek, meg egy nagymama. És a tanulság az, hogy nem voltak bekötve. Ők, ha szabályosan belettek volna kötve, akkor ennek a balesetnek a túlélői lehettek volna nagy valószínűséggel, mivel eleve ülésmagas úton ült a kisgyermek, de hogyha nem csapódik ennél a nagy sebességnél előre, akkor nem hunytak volna el helyszínen, és továbbra is azt mondom, hogy ellenőrizni fogjuk, és arra kérek, hogy pont az iskola kezdésnél, amikor szállítjuk a gyerekeket hátul, esetleg táska van rajtuk hátul, viszik a cuccukat, akkor is szálljuk rá azt a 2 percet, még beköti magát, leveszi a táskát, és majd úgy szállítjuk. Úgyhogy én a tanulságot erre hívnám fel mindenféleképpen a figyelmet. Sózsanett, Szabó Zoltán, köszönöm szépen, hogy nálunk jártak. Köszönjük a lehetőséget. Kedves nézők, ez volt a Háttér, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.